újra az iskolapadban. Kis csoportban készülnek az érettségire. Biztonságos internet napja. A világhálón is fontos a tudatosság. Beázott a városi sportcsarnok. Már dolgoznak a szivárgás kijavításán. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A héten minden háziorvosi praxisban lesz már a 4 védőoltás közül, fogalmazott Békási Szabolcs, országos, kollegiális szakmai vezető háziorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Mint mondta, immár 2040 háziorvosi praxisnak lesz lehetősége az AstraZeneca-val és 2964 praxisnak a Pfizer vakcinával oltani. Müller Cecília országos tisztifőorvos hangsúlyozta, az oltási terv első két szakasza lezárult, hiszen az egészségügyi dolgozók és az idős otthonok, bentlakásos szociális intézmények lakói már felvették a védőoltást. 292.627 fő kapta már meg az első védőoltását, és 113.570 fő pedig a másodikat is már megkapta. Most zajlik a védőoltások kiszállításának a folyamata. Tegnap a kormányhivatalokba kiszállításra került a Pfizer vakcina, és most pedig a körzetekbe is, a praxisokba is el fog jutni. A pandémiás intézkedések miatt a középfokú oktatás is az online térbe szorult. A 12. évfolyamban az érettségire készülő diákok számára lehetőséget biztosítanak egyfajta hibrid oktatásra, azaz kiscsoportos konzultációra az érettségi tantárgyakból. Nagyon örülök, hogy végre személyesen találkozunk, és nem csak a kis kamerákon keresztül látlak benneteket. A Békés Csabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnáziumban a pedagógusokat és a végzős diákokat is örömmel tölti el, hogy végre személyesen is részt vehetnek a tanórákon. Én nagyon örülök, hogy bejöttünk az iskolába, és itt tudunk tanulni. Szerintem az sokkal egyszerűbb, hogyha bejövünk így szemtől szembe, találkozunk a tanárnővel. Könnyebb kommunikálni, tehát több lehetőségünk van gyakorolni. Szerintem is sokkal egyszerűbb így. A kockázatveszély is kevésbé hetente, csak egy óránk van. Az iskola végzős diákjai éppen matematika órán veszik át az érettségi tételeket. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a végzősök esetében, hogy személyesen találkozzunk és együtt oldjunk meg feladatokat, átbeszéljük az érettségivel kapcsolatos specifikus részeket. Tudjanak bátran kérdezni, mert hiába tartjuk Zoom-on, élő óra keretében, online, mégis teljesen más, amikor itt vagyunk egy közegbe. A Békés Csabai Gimnáziumban jelenleg 550-en tanulnak, ebből az előrehozott vizsgákkal együtt mintegy 150 fő tesz érettségit az idei évben. Az érettségi vizsga egy tanteremben történő, írásban történő, műszaki eszközök nélküli vizsga, és ezért fontosnak tartjuk, hogy szokják az épületet, tanuljanak itt is, találkozzanak a szaktanárokkal, kérdéseiket feltehessék, és adjunk meg minden lehetőséget nekik arra, hogy jól felkészüljenek az érettségére. Az idei érettségi vizsgák a pandémiás szabályok betartásával a megszokott rendszerint május 3-án 9 órakor kezdődnek a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgákkal. Az iskolapszichológusokra mindig is szükség volt, sőt, az lenne az ideális, ha minden intézményben lenne egy segítő személy. A szakemberek tapasztalatai szerint a járványhelyzet a diákokat is nagyon megviseli. A Békési Dr. Hepp Ferenc általános iskolában tapasztalt, képzett pedagógusokkal dolgoznak, akik ismerik a gyermekek problémáit, emellett fejlesztő pedagógus és mediátor is van a tantestületben, fogalmazott az intézményvezető. Deákné Domokos Julianna hangsúlyozta, saját pszichológusuk nincs, bár nagy szükség lenne rá. Külső segítségre azonban számíthatnak, többek között a Békés megyei pedagógiai szakszolgálat békési tagintézményében foglalkoztatott szakemberek is rendelkezésükre állnak. A szakszolgálattól két kollega az, aki állandó segítségünkre van, egyik ő pszichológus, gyógypedagógus és egyben meseterapeuta, aki elfogadja gyakran meghívásunkat és a rendezvényeinken. Tanácsokkal látja el iskolánk szülői közösségét, illetve a diákjainkat.
különösen sok segítséget nyújt az óvodaiskola átmenet megkönnyítésében. Fajzi György iskolapszichológus szerint nagy szükség van az iskolákban a segítő szakemberekre, főként serdülőkorban. Mint mondta, ebben az életkorban a beilleszkedés, a tanulás, a motiváció, a szorongás és a hangulatingadozások problematikája is felmerül. Az online oktatással kapcsolatban elmondta, jelenleg nagy hiányt éreznek a fiatalok, mert nem tudnak kortársaikkal találkozni. Óriási probléma ez a struktúrának a megszűnése szinte. Tehát a munkával, a tanulással kapcsolatos struktúra, hogy bemegyünk, becsöngetnek, stb. Illetve, hogy fel kell kelni mindig ugyanabban az időpontban, mindig ugyanakkor kell bejönni az iskolába, és hogy nem egyedül vannak itt, hanem csoportban, ez nagyon hiányzik nekik. Úgyhogy a tanulással kapcsolatban is azt tapasztaltam, hogy sokkal-sokkal nehezebben veszik rá magukat, hogy tanuljanak. A szakember hozzátette, most ráadásul még inkább felerősödött az internet használata körükben, ami valamelyest pótolja a személyes kapcsolattartást, de nem helyettesíti. A pszichológus kiemelte, hogy sok konfliktus fakad abból, hogy kizárólag írásban beszélnek egymással a fiatalok, hiszen így nem tudják megfelelően átadni az érzelmeket. Hozzátette, ebben az életkorban könnyebben alakul ki akár internet vagy számítógép függőség is, de a statisztikák szerint a fiatalok nagy része felnőtt korára ezt leküzdi. Egy hazai felmérés szerint a gyerekek több mint felét érte már online bántalmazás. Többek között erre hívták fel a figyelmet a szakemberek a biztonságos internet napján. A nemzetközi kezdeményezés célja, hogy felkészítse a fiatalokat a tudatos internet használatra, hogy online is biztonságban legyenek. Idén a koronavírus járvány miatti bezártság csak növelte az online térben eltöltött időt, így a felhasználók még jobban ki vannak téve a kockázatoknak. Ez a Békés Csabai édesapa éppen az általános iskolás lányával közösen használja otthoni tanulásra a számítógépét. A koronavírus járvány miatt ugyanis egyre nagyobb teret nyer a digitális oktatás, ami nagy kihívás elé állítja a szülőket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy így még nehezebb ellenőrizni a gyermekek online térben töltött idejét. A számítás technikai szakemberként dolgozó családfő elmondta, hogy elsősorban a szülőknek kell szűrniük azokat a káros tartalmakat, amiket a gyermekek az internetezés során megtalálhatnak. Szerinte ehhez ma már nagyon jó szoftverek állnak a szülők rendelkezésére. A nagyobbik gyermek ugye 9 éves lesz idén, és hát ő ugye már az online oktatás miatt is kénytelen vagyok egyedül hagyni a számítógép előtt, viszont az internet adta lehetőség és a nagyobb szolgáltatók által adott lehetőséget biztosít arra, hogy olyan beállításokat végezzek, hogy én a mobiltelefonon keresztül tudjam nyomon követni, felügyelni azt, hogy mit csinál a számítógépen. Minden év február 2-e a biztonságos internet napja. A nemzetközi kezdeményezés egyik fontos célja, hogy a fiatalok tudatosabban használják az internetet. Szakemberek szerint például a közösségi platformok komoly veszélyeket rejthetnek magukban. Sok szülő nincs tisztában azzal, hogy milyen oldalakra regisztrál a gyermeke, ezzel pedig az online zaklatás esélye is megnőhet. Az online bántalmazás, a sexting, a káros tartalmak, azok nagyon gyakoriak a gyerekek körében, már egész kiskorban találkoznak ilyen tartalmakkal, és a szülők nem föltétlen tudják, vannak abban, annak tudatában, hogy ez egy tényleges probléma, és az ők gyerekükkel is ez előfordulhat. A gyerekeknek több mint 50%-a mondta azt, hogy találkozott már ilyen tartalommal, hogy zaklatják őt. A szakember hozzátette, hogy a fiatalokon túl az idősebb korosztályra is nagy figyelmet kell fordítani. Úgy látja, ők sincsenek biztonságban, mert a szenior felhasználók a legnagyobb álhírfogyasztók, mivel koruknál fogva hajlamosabbak elhinni bármit, amit olvasnak a világhálón. Beázott a nemrég közel nettó 1 milliárd forintból felújított Békéscsabai városi sportcsarnok. Az elmúlt időszakban ez már a második olyan hiba, amit garanciálisan javítani kell. Ám ezúttal egy kisebb problémáról van szó a Békéscsabai Előre, NKS-e és a BRS-e hazai mérkőzéseinek otthont adó létesítményben. Először az MSZP helyi elnökének,
Miklós Attilának a közösségi oldalára kerültek fel az alábbi képek a városi sportcsarnok beázásáról. A tavaly ősszel elkészült felújítás után nem sokkal a sportpadló sérülése okozott problémát a nem megfelelő takarítás miatt. A kivitelező ezt azóta már kijavította. A beázást, vagyis szivárgást egy tömítési probléma okozta a lefolyó csőnél, tájékoztatott a város alpolgármestere. Ezt a problémát feltárták, garanciálisan meg fog történni a javítása. Egy ekkora felületű tetőszerkezetnél, lapos tetőszerkezetnél bizony előfordulhat, és lehet, hogy elő is fog fordulni. Olyan architektúrája van, olyan konstrukciója van az épületnek, amit lehet javítgatni, de generálisan 100%-os biztonsággal nem lehet megoldani, de természetesen most is megvan a műszaki megoldás, én bízom benne, hogy ha ez megtörténik, akkor nem fog ilyen előfordulni. A létesítményt 1988. március 18-án adták át, akkor az ország legnagyobb fővároson kívüli sportcsarnoka volt. A városi sportcsarnokot a Modern Városok programban újították fel nettó 946 millió forintból. Az előre NKS, a felnőtt és utánpótlás együttesei már visszatértek a sportcsarnokba és itt tartják meg az edzéseiket, míg a BRS-e egyelőre az akadémián készül és játssza le a zárt kapus mérkőzéseit. A 7.tv híradóját Hidvégi Dávid tudósította a Békés Csabáról. A szerelmesek hetével folytatjuk. Valentin nap alkalmából ezúttal online tartalmakkal várja az érdeklődőket az Erkel Ferenc Nonprofit Kft., amely minden évben változatos programokkal készül a szerelmesek hetére. A szervezők idén olyan saját gyártású kisfilmeket, illetve újságokat jelentetnek meg, amelyek illeszkednek a kiállítóhely profiljához, és régi szerelmi történeteket idéznek meg. Ebben a rövid videóban azt mutatjuk meg, hogy a 19. században a hölgyek hogyan és milyen jelekkel tudtak titkosan kommunikálni az urakkal. A kastély, a vár és az Erkel emlékház oldalára más és más stílusú és tartalmú szerelmi történeteket bemutató animációk, kis videók készültek el. A gyulai vár életéből 16.-17. századi megbotránkoztató szerelmi történeteket elevenítenek fel, nem is akárhogy, a bulvár sajtóformába öltve. Amelyek mai szemmel, ma olvasva kifejezetten bulvárosnak minősíthetők. Ne felejtsük el, hogy azért évszázadokkal ezelőtt sem gondolkoztak és éreztek másként az emberek, mint ahogy ezt mi tesszük. Találtak történész kollégáim asszonyszöktetést, találtak ki nem mondott esküvőn, ki nem mondott igenről szóló sztorit is. A kitalált 4-500 éves bulvárújság a történetek megjelenítése mellett persze helyet kapnak az akkori használati tárgyak is a kisfilmekben. Ez a ladics hagyatékból való. A 19. században nehéz volt a hölgyeknek urakkal ismerkedni, ezért titkos nyelvet használtak. Például azt is el tudták mondani, hogy szereti a másikat, akkor így a legyezőt a szívéhez tartotta, olyat is tudtak, hogy tűnje szemei mellől, akkor pedig ledobta maga mellé a legyezőt. Ilyen és ehhez hasonló meglepő és izgalmas történetekkel készül egész héten közösségi média felületein Gyulaváros 3 kiemelt kiállítótere. Idén is rengeteg fiatal pár szeretné kimondani a boldogító igent. Az esküvőiparban dolgozó vállalkozók telefonja folyamatosan csörög, egyre több házasodási terv érik be 2021-ben. A szokások a járvány miatt viszont átalakulni látszanak. Az élővirág és az ilyen jellegű díszítések kezdenek homályba veszni. Helyettük a kézműves, vintage stílus hódít. Hát ez egy egyik mennyasszonyunk egyedileg készített varratott mennyasszonyi ruhája, amit elküldött számunkra, hogy lássuk, hogy mégis milyen stílusú a ruha, hogy ahhoz igazítsuk a mennyasszonyi csokrot. Ezért egyedi jelleg, speciálisan minden mennyasszonynak egyedi megbeszélés alapján készülnek a csokrok. Hát a tavalyi év is házasságkötések szempontjából számunkra, amit én tudok nyilatkozni, nagyon kedvező volt. Rengeteg párunk keresett meg akár interneten, online minket, amit ebből az internet segítségével ezt nagyon tudtuk kamatoztatni, mert nem volt szükséges a személyes találkozás.
adás ugyanúgy videócset formájában meg tudtuk beszélni az örök csokrokat, fotót tudtunk küldeni róla, és megvolt a saját elképzelése, úgy mondta mennyasszonynak, ő is tudott küldeni képet róla, és ezt meg tudtuk valósítani. Ez irányba az idei év is nagyon kedvezően alakul, már január első hetében már küldtek e-maileket, kértek árajánlatot ebben az évben a mennyasszonyok. Készülnek ugyanúgy a vírushelyzet ellenére is az esküvővel, mert azt megtudni kell, hogy nem elég egy-két héttel az esküvő előtt leszervezni a dolgokat. Azért van olyan mennyasszonyunk, aki már a tavalyi évben megrendelte akár a mennyasszonyi csokrát, a polgári esküvőt ugyanúgy decemberben szűk családdal megtartották, és most májusban készülnek a lakodalomra és a lagzira. Úgymond ugyanazzal a csokorral, hisz ebből a szempontból az örök csokrok azért praktikusak és előnyösek. Rengeteg nagyon jó minőségű virágot, művirágot fejlesztettek már ki. Nagyon igényes virágok vannak már most a piacon, és a dekorációban elmozdulhatunk a felé, az irány felé, hogy ezeket a szép minőségi selyemvirágokat alkalmazzuk. És a mennyasszonyi csokor ugyanúgy megjelenik élő virágok terén. Például ezt a csokrot is egy kedves mennyasszonyunk Pestről rendelte, ebbe háromféle rózsaszín található, kiegészítve kis hortenzia virágokkal. Színileg a trend az mindig maradt, még mindig ragaszkodunk a púder, a rózsaszín árnyalataihoz, már kiegészítve, kombinálva akár egy kis barnával, ami egy egységet ad az esküvőhöz, és a zöld árnyalataival, ami egy üdességet, egy tavaszias jelleget, egy sugárzást ad neki ezáltal. Formailag az esküvői csokrok még mindig maradtak a örök klasszikus kerekformák, nagyon szeretik a természetes mezei hatás a grinden stílusú csokrokat, de azért vannak mennyasszonyaink, akik a klasszikus, hagyományos cseh formájú csokorhoz is kedvet kapnak. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!